Mint ahogy már beszámoltunk róla, hagyományosan rendezték meg a szakszolgálati hetet a Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Sátorai Újhelyi Tagintézményében. Olyan témákról beszélgetek a szakemberek és a meghívott pedagógusok, nevelők és a szülők, amelyek a gyermek tanításához, neveléséhez szinte elengedhetetlenek. A hét zárása kint a járási szakértői bizottság tagjai adtak tájékoztatást arról, hogy milyen esetben kérjenek a nevelési oktatási intézmények vizsgálatot a tagintézménytől. Szakértői bizottság két szinten működik. Ugye van járási szakértői bizottság, aki a járásban élő gyermekeknek a vizsgálatát végzi, és van megyei szakértői bizottság, aki majd a járási szakértői bizottság gond túli feladatokat fogja elvégezni. A járási szakértői bizottság tulajdonképpen olyan vizsgálatokat végez, ami az körzetünkbe tartozó gyermekek intelligenciával, komplex képességeivel, alapkészségeivel kapcsolatos vizsgálatokat végzi el, és ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeképpen jelöli ki a további fejlesztést, vagy éppen a továbbküldést a megyei szakértői bizottság felé. Az előadáson többek között abban is segítséget kaptak az érdeklődők, hogy a vizsgálatkérő nyomtatványt hogyan töltsék ki, folytatta a megbízott igazgató. A szakszolgálati héttel kapcsolatban Jászainé Kolmájer Ágota elmondta, hogy igyekeztek minden szakterületükre kiterjedően megszervezni a beszélgetéseket. Korai fejlesztés, nevelési tanácsadás, logopédiai foglalkozások, most a szakértői bizottsági területtel záródik ez a hét. Mindenképpen azt mondhatom, hogy ez az egész hét, az tehát hozadékai voltak, pozitív és jó dolgai, és az nagyon érdeklődőek voltak a külső partnereink, a szülők, az óvónők. Azt hiszem szerdán voltak, meg tegnap is voltak védőnök is, és egyrészt ez a partneri kapcsolatok ápolására is kiváló, másrészt pedig hát beszélgetünk, problémákat tárgyalunk meg, és ezáltal fejlődünk, és a gyerekek ellátása is jobb lesz. Jászainé Kolmájer Ágota hozzátette még, hogy a szakszolgálati hétnek az az egyik legfontosabb feladata, hogy az intézmény nyisson a társintézmények felé, hogy megismerjék munkájukat, a gyerekekkel kapcsolatban pedig megbeszéljék a felmerülő problémákat.